Ezt nehogy kifelejtsem, nem tudom, Waterhouse, egy angol szerző, nagyon vicces. Könyvajánlóval kezdődött a program, több állatokról szóló írással ismertette meg a résztvevőket a könyvtervezetője. Ányos Darinka szerint több olyan kötetet is érdemes kézbe venni, aminek a kis kedvencek a főszereplői. Én például Csányi Vilmos etológust mindenképpen ajánlani fogom, mert ugye ő nagy kutyabarát volt, és akkor Bukfencről és Jaromosról írt könyveket, és akkor van ilyen vegyes felvágottas, amiben mindenféle kedvenc kis házi állat szerepel, Casanova és papagája ez a címe. Nagyon jó kis könyv, nagyon érdekes anekdóták találhatók benne. Mindenkinek jó szívvel ajánlom. Az eseményen rejtvényekkel is készültek a résztvevőknek, akik saját kedvencükkel kapcsolatos történeteiket is megosztották egymással. A program legfőbb célja a szépkorúak szemléletformálása. Az állatok sajnos nem tudják elmondani, de nagyon nagy szükségük van nekik is a figyelemre, törődésre, és nekünk embereknek kell, hogy képviseljük őket. És megérdemlik, mert nagyon hű társaink tudnak lenni. A rendezvény az Állatbarát Könyvtár program keretében valósult meg. A Vörösmarty Mihály Könyvtár Zsolt utcai tagkönyvtára több programmal is várja az érdeklődőket az ősz folyamán.